Nekünk a szakembereknek a felelősségünk az, hogy felcseperedhessen egy olyan generáció, amely a megfelelő szájhigiénés technikák elsajátítása és rutinszerű napi alkalmazása révén csupán a fél évente javasolt kontrollszűrővizsgálatok alkalmával találkozhasson a fogorvossal. Idén októberben immár 17. alkalommal kerül megrendezésre a Dental World, hazánk és egyben a közép-kelet-európai régió legnagyobb szabású fogászati rendezvénye, amelyen belül 16. alkalommal kap helyet a prevenciós és szájhigiénés kongresszus, ami igen jól jelzi azt, hogy a szervezők az elejétől fogva szívügyüknek tekintik ezt a témát. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy milyen újdonságot tudunk felvonultatni még ebben a témában, de elnézve a hazai lakosság szájhigiénés állapotát, fogazati állapotát, talán nem közhely, hogyha azt mondjuk, hogy mindig releváns erről a témáról beszélnünk. Az idei alkalommal nem titkolt szándékunk némi vérfrissítést belevinni a programba és gyakorlatorientált előadások formájában megszólítani elsősorban a fogászati asszisztens és klinikai dentálhigiénikus kollégákat, kolléginákat ebben a témában. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy minden korosztály kapcsán beszéljünk erről a témáról, hiszen egyaránt érinti mind a gyermekeket, mind a fiatal felnőtteket és az időskort egyaránt a szájhigiéné, illetve a fogazattal való foglalkozás. Egyfajta szintézisét szeretnénk adni annak, hogy melyek azok a tevékenységi körök, amelyekben ezek a szakemberek működhetnek. Gondolok itt különböző óvodai, iskolai prevenciókra, de gondoljunk bele abba, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy-egy átadott fogpótlás életideje nagyban függ attól, hogy a páciens milyen módon, milyen hatékonyan tudja tisztítani ezeket a fogműveket. Nekünk a szakembereknek a felelősségünk az, hogy felcseperedhessen egy olyan generáció, amely a megfelelő szájhigiénés technikák elsajátítása és rutinszerű napi alkalmazása révén csupán a fél évente javasolt kontrollszűrővizsgálatok alkalmával találkozhasson a fogorvossal. Minél korábban szocializáljuk a gyermekeket erre, annál a nagyobb valószínűsége annak, hogy ez meg is fog valósulni. Kiváló alkalmat jelenthetnek erre a különböző gyerektáborokban, óvodákban, iskolákban végzett prevenciós előadások, prevenciós tevékenységek. Ugyanígy fontos azonban az, hogy a felnőtt lakosságot is megtanítsuk a megfelelő szájhigiénére, különösen akkor, hogyha már viselnek valamilyenféle akár rögzített, akár kivehető fogművet, vagy esetleg az olyan rizikócsoportoknak képezik a tagját, mint a diabétesszel, vagy a fogágybetegséggel küzdő páciensek. A szakmai programokon kívül a legnagyobb szájhigiénés termékeket forgalmazó cégek termékújdonságaival ismerkedhetnek meg azok, akik kilátogatnak a 17. Dental World-re.